Beszéljünk egy kicsit a gyerekkoráról, az édesanyjáról, illetve a testvéreiről. Háború után születtem, 46-ban pápán születtem, hárman vagyunk testvérek, László bátyám 20 hónappal volt idősebb nálam, ő balesetben elhunyt, illetve Zsuzsa, hugom, 3 évvel fiatalabb. Nem is tudom, hogy mit kellene, hogyha a szüleimet kellene jellemezni. Talán édesanyámtól a igényességet, az ambíciót örököltem, a többre vágyást, a tudás iránti igényt, a tisztességet, a becsületet. Természetesen édesapámtól is mindezeket. Az maradt meg inkább bennem, hogy inkább ő gyarapította a műveltségemet. Sajnos 14 éves voltam, amikor gyógyíthatatlan betegségben elhunyt. Egy életre elkísért az olvasása, könyvek szeretete. Háború után, amelyik könyvben benne volt egy pecsét, amelyik nem a Rákosi címer volt, azt az uzdába tették, és így színesen, akkoriban, az 50-es évek elején színesen illusztrált toldit is az uzdába küldték volna. Hát visszalopkodtuk, és berendeztünk könyvtárszobákat, és nagyon korán megtanultam olvasni, és kimaradtak a mesék az életemből. Történelmi és ifjúsági könyveket olvastam, már egészen, szóval 7 éves korom óta. 51 végén ugye hazaköltöztünk Pápára, ahova a nagymama összegyűjtötte a népes családot. Anyámék ugye hatan voltak testvérek, 4 lány és ugye 2 fiú. Mondhatni mindenkit ugye Pápára csábítottak, ahol a város szélén éltünk, mert ugye az államosítás után a nagyapámnak el kellett hagyni a Bárodszegyet, ahol 250 volt földön gazdálkodott, és a város széli kertes nyaraló részben telt a gyermekkorom. Úgy tudom, hogy egy híres pápai gimnáziumban, a Tűr Istvánban folytatta középiskolai tanulmányait. Tudna erről néhány mondatot szólni? Nagy örömmel, mert a Pápai Tűr István gimnáziumnak híre volt az országban. Nem csak abban, hogy az ott végzett embereket általában egyből felvették az egyetemre. Abban az időben nem volt egyszerű egy tudomány egyetemre bekerülni. A Tűr István gimnázium egy nagyhírű gimnáziumnak, a Pápai Bencés gimnáziumnak a helyén alakult, illetve voltak még tanárok, akik a Bencés gimnáziumban is tanultak. Az én időmben a lányok a Petőfi gimnáziumban és a fiúk a Tűr István gimnáziumban voltak. Milyen emlékei vannak az 56-os forradalmi eseményekkel kapcsolatban, hiszen akkor ön még olyan 10 éves kisfiú volt? A forradalomban hát majdnem 11 éves voltam, emlékszem rá, hittanórán voltunk, kinéztünk az ablakon, és akkor dobták le a pápai nátus, illetve nőnevelő, amit orosz lakások voltak, vagy valami orosz intézmények voltak benne, a nagy vörös csillagot, és ott hagytuk a hittanórát, kirohantunk, és egy orosz teherautó jött arra, megszeppent kiskatonák ültek ott, és elviselték el, hogy a ledobott darabokra tört vörös csillagot üvegestől keretestől együtt föltopták a teherautóra, na, és mehettek. A nagyanyám hallgatta a Szabad Európa rádiót, a
forradalom híre Pápán ért bennünket, és nagyon élénken foglalkoztatta a családot, hisz a nagybátyám a Rákosi érában volt katona, és származása miatt munkaszolgálatos volt. Tulajdonképpen annyi, hogy majdnem, mint rabok, fegyvert nem kaptak, lapát volt a fegyverük, és építkeztek. Harcok különösebben nem voltak, Pápán tüntetések voltak, voltak, lövések is dördültek el a toronyórába, a belelőtt az orosz katona, mert nem tudta mire vélni a toronyóra ütését. Az iratokat a pártbizottságról kidobálták, elégették, tüntetések voltak. A november 4-én a forradalom leverése után ellenállás különösebben nem volt. A katonai objektumokat elfoglalták, mondhatni tűzharc nélkül. Ugye volt talán két laktanya, a nátus, illetve ott volt a katonai reptér, illetve én a Kishegyben, mi a Kishegyben laktunk, és az Öreghegyen ugye katonai lokátor, az már egészen a Bakony alja, tehát az volt ott a legközelebbi magaslati pont, amivel aztán a katonai reptérrel tartották az összeköttetést. Természetesen akkor még ugye dróton keresztül a Tapolca patak folyása mentén vezették a drótot az oroszok a reptérhez, és mi megrongáltuk a vezetéket, elvágtuk a vezetékeket. Azon nyomban jöttek összekötni. Akkor utána mi gyerekek a vékony fűzfaágokra, ami a Tapolca patak partján volt, fölmászva hurkot kötöttünk a vezetékre, és úgy vágtuk el, tehát nem tudott szétcsúszni a drót, és méterről méterre ellenőrizni kellett az oroszoknak a vezetéket, hogy az összekötetés megmaradjon. Tulajdonképpen az 56-os tevékenységünk az inkább november 4-e után volt, arra datálható, mint a féle gyerekek, ugye az idősebbek vezetésével a katonai hierarchiát követő csapatot alakítottunk. A bátyám volt a csapatkapitány, érdekes módon katonatiszt gyerekek is voltak, volt amelyik családból 4 gyerek, volt amelyikből 2, és egyszerűen nem árulkodtak otthon, hogy mi begyűjtjük a fegyvereket. Mások akkor szabadultak meg a fegyverektől, mi begyűjtöttük a fegyvereket akkor, mert ugye hittünk mi is abban, hogy márciusban újra kezdjük, és ezeket a feliratokat pingáltuk is a középületek falára, úgy megbeszéltük, hogy hova, és amikor a forradalom leverése után nem tudom, hogy mennyi idővel, rövidesen megjelentek a feliratok, éljen a Kádár kormány. Hát mi nagy ügyesen egy F betűt pingáltunk eléje, hogy ugye féljen a Kádár kormány, illetve a munkásparaszt kormánynak a felhívásai megjelentek plakát formájában, és elkezdtük letépkedni, illetve szénnel összefirkálni, meg áthúzni. Bele is futottunk egy, mint később kiderült, ávósba, aki nem tartóztatott le, benne csak érdeklődött, hogy melyik iskolába járunk a nevünk iránt. Utána az iskola igazgatójához hívatták, ugye anyámat, be kellett menni. Egy sírással még el tudta intézni egy 11 éves gyerek, és hála Istennek, hogy nem voltunk 14 vagy 15 vagy 16 évesek, mert akkor azt hiszem nem úsztuk volna meg ennyivel. És a fegyverekről nem került szó. A fegyverek, az bár biztos veszélyesebb lett volna, főleg akkor statárium volt, cipeltük a fegyvereket, mikor oroszok voltak, zsebben pisztolyt. Én azt hiszem, hogyha a mai ésszel az ember belegondol, akkor könnyen kaphatott volna egy sorozatot is, mint ahogy többször is előfordult az országban. Az államosítás után a nagypapa nem adta le a vadászfegyvereit, azt itt-ott elvoltak. Mi meg fölkutattuk, és azt is betettük a fegyvertárba.
Hát bizony, akkor azért nagyapámat statáriám volt, kivégezték volna. Nem tudom, hogy tudtunk volna akkor szembenézni önmagunkkal. Talán ez a legtöbb emlékem 1956-ról, pápán, illetve ez már egy későbbi időszak, ami a világon itt is bejárta, a világot is bejárta az a hír, hogy református lelkészt végeztek ki, holott ávóst mentett. Mint ismeretes, Gulyás Lajost, aki apám barátja is volt, és 1941-ben együtt szentelték lelkészé a Moson-Magyaróvári sortűz kapcsán, egy ávóst megmentett, és egyszerűen mégis kivégezték. Az ávós megkereste ezt, mi tudtuk egyházi körökben, elmondták, hogy nagy tiszteletű úr meneküljön, mert egyszerűen le fogják tartóztatni. Hát ön fog engem igazolni, mondta, hogy az ávós tisztnek nem mondhatom azt. Azt ugyan megmondta, hogy megmentette a lincseléstől, de hogy akkor ugye községházán ugye átadta. De hát kinek adta át, ott már nem volt lincselés. És apámnak a reakciójára emlékszem, amikor föl sírt, hogy amikor megtudta, szilveszterkor végezték ki a Gulyás Lajost, és ugye érzelmileg ez nagyon keményen érintette édesapámat, és bennem is megmaradt ez a kép, és megfogadtam, hogyha az 1956-os Világszövetség elnöke leszek, akkor kiadok egy irodalmi antológiát a börtönversekről, illetve szobrot állítunk majd a Gulyás Lajos nagytiszteletű úrnak. A középiskola befejezése után hol folytatta a tanulmányait, illetve jelentette hátrányt a felvételinél, hogy ön lelkész családból származott? Eldöntöttem, hogy biológia-kémia szakra jelentkezem. Debrecenben jelentkeztem azért, mert egy osztálykiránduláson megláttam a Közép-Európa egyik legszebb egyetemét, a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemet. No, meg talán az is inspirált, hogy édesapám akkor még, mint Tisza István Tudományegyetem hittudományi karán a teológia első évét Debrecenben járta. Annyira megtetszett a nagy erdő, hogy oda is jelentkeztem, és nem is bántam meg. Biológia, kémia szakra azonnal fölvettek, tehát ezek szerint hátrányt nem jelenthetett az egyéb származásom, sőt, az is elég ritka volt, talán még egy évfolyamtársam volt, akit nem vittek el előtte 11 hónapra katonának. Úgyhogy 18 éves fejjel az egyetemi padban fiú egész sihedernek számított. Tehát hátrány nem származott ebből, és én világéletemben büszke voltam arra, hogy református pap gyerek vagyok, és természetesen igyekeztem is úgy viselkedni, hogy méltó legyek hozzá. Az biztos, hogy az ember gondolhatott arra, mert bizony hallott róla bizonyos időszakokban, hogy főleg tanári pályánra nem javasoltak embereket a középiskolából. Zoológiával kezdtem tudományosan is foglalkozni, és a végzés után állatföldrajz, állatrendszer tanból doktoráltam, az volt a főtárgyam, és természettudományi doktorátust szereztem. A pályámat középiskolai tanárként kezdtem, maradhattam volna bent az egyetemen is tanársegédnek, illetve a Debreceni Református Kollégiumban is taníthattam volna. Én mindenáron pápára vágytam haza. Időközben ugye jött a szerelem, ami pápán bimbódzott, mint ahogy a versenyben is volt, hogy Türgimnáziumba járt a volt feleségem, a későbbi időszakban már lányok is járhattak oda. Őt azonnal fölvették az orvosira, de mint első osztályú vívó, illetve
junior országos bajnok, olimpiai reménység volt, és neki szükség volt Budapesten maradni, és az OSC-ben vívott. A nagy szerelemben, ugye meg is nősültem egyetemi évek alatt, hogy a feleségem Hunort és Botondot is megszülte, és hát azt hiszem az ő kvalitásaira is utal, hogy még fél évet sem halasztott, és ugye két gyermek kell a ajándékozott meg, és az életünk úgy folytatódott, hogy Vácra mentünk, ahol mondjuk én voltam a fontos, de ő kapott orvosi lakást. Melyek azok a fontos állomások, amik a későbbiekben formálták az életútját? Budapesten én nem kaptam tanári állást, amikor Debrecenből ugye visszajöttem Budapestre, hisz a feleségem itt volt kollégiumba, és ezért, mint biokémikus, munkaegészségtannal foglalkoztam, és így elvégeztem a munkavédelmi szakmérnökit 2+2 év alatt, jelesen és munkaegészségügyi mérésekkel foglalkoztam egész sokáig, egy művi szinten, egy nagy trösztnél dolgoztam, és utána bekerültem a vezérigazgatóságra doktorimmal, a szakmérnökimmel, vezetőnek, és ott már alágazati értekezetek voltak, és kapcsolatba kerültünk ugye a Kó- és Gépipari Minisztériummal, mert a vállalat az a VBKM volt, és a Vasas Szakszervezettel. Friss másoddiplomásként szakmérnöki képesítéssel, hozzászólásaim alapján még egy évet sem töltöttem a vezérigazgatóságként, vezérigazgatóságon vezetőként, amikor behívtak a Kó- és Gépipari Minisztériumba, akkor már nem a káderek kellettek, hanem a doktorok. Abban az időszakban, illetve hát nem voltunk messze a rendszerváltástól, és így kerültem a Kó- és Gépipari Minisztériumba. Összevonások voltak, jött ipari minisztérium, akkor ugye az ember tartalékhelyre került, akkor átmentem ugye a régi munkaügyi minisztériumba, és aztán abból lett állami bér és munkaügyi hivatal. A rendszerváltás előtt milyen pozíciókban dolgozott, és hogyan vált újságíróvá? A Népszava lap- és könyvkiadó jogelődjéhez mentem, és könyveket szerkesztettem, illetve könyvszerkesztő voltam, elvégeztem ugye a szerkesztői tanfolyamot is, és Népszava lap- és könyvkiadónál felelős szerkesztő lettem, majd a rendszerváltás előtt megpályáztam a főszerkesztői státuszt, és főszerkesztő voltam, ami a későbbiekben nagymértékben meghatározta az életemet, mert így kerültem olyan politikusokkal kapcsolatba, hogy ők műveiket megjelenthettem, illetve tudtam interjút készíteni történészekkel is, illetve tudtam munkálkodni újságkiadással, és így a pályámat meghatározó módon ismerkedtem Gosztonyi Péter történésszel, illetve ezeket Fűr Lajossal, amit a későbbiekben esetleg majd részleteznék. Hogyan került kapcsolatba a Magyar Demokrata Fórummal? 1988-ban nem a győztes szekérre ültem fel, részt vettem az országos kampányban is, sőt ugye a kerületemben, a 18. kerületemben a Demokrata Fórum című lapot is szerkesztettem. Hogyan lett minisztériumi sajtófőnök?
tartalékállományban voltam, és sajtófőnöknek ugye ajánlottak a új munkaügyi minisztériumba. Oda nem tudta kinevezni, mert elment a korábbi sajtófőnök betegállományba. És a környezetvédelmi minisztériumba jelentkeztem, amikor az újságban olvastam, hogy megerősíti a sajtót. Hisz biológia, kémia szakon végeztem, természeti tudományi doktor létemre, állatföldrajz, állatrendszertan ismeretében, melléktárgyam, növényföldön, növényrendszertan, mint hogyha ezt a minisztériumot nekem találták volna ki. És ott végig kellett menni, hát nem egészen a szamárlétrán, mert először szóvivő voltam, aztán főosztályvezető helyettes, főosztályvezető, majd sajtófőnökké neveztek ki, és ezek nagyon szép idők voltak, és meghatározók a életemben, de jött a 94-es bukás, mondhatnám, ugye kormányváltás, és saját miniszterem mentett fel, mert ugye a miniszter, a politikai államtitkár, a kabinetfőnök és a sajtófőnök annak ugye menni kell, mert azok bizalmi állások. Így egy ideig ugye munkanélkül voltam. Lant és Toll díjat kaptam, hiszen a Magyar Újságíró Közösségének alapító tagja vagyok. Néhai Kósa Csaba volt az első elnökünk, és elég korán már megalakítottuk a Magyar Újságírók Közösségét. Talán hozzájárult a kitüntetésemhez az is, hogy 1992-ben, amikor ugye a győzelem kellős közepén voltam, a barátommal létrehoztuk, illetve kitaláltuk a Magyar Toll Alapítványt, amely az állástalan újságírókat célozta megsegíteni, illetve a fiatal újságírók képzésére, továbbképzésére ugye teremtett alapot. Később aztán az újságíró közösségből az utam Zuglóba vezetett, amikor az országgyűlési képviselő egy újságírót kért, aki dolgozna, illetve vezetné a kampányát. Ez a képviselő megkereste az újságíró közösséget, és engem ajánlottak, illetve 4 évig ugye ilyen kampánytevékenység volt, és nagyon-nagyon keményen belemélyedtem az aktuális kérdésekbe, hisz olyan mélységben, hogy az egészségügy, a nyugdíjasok helyzete, és még ilyen apróbb dolgokat is kidolgoztam, és ugye körlevél, illetve hát röplap formájában eljutottuk a választópolgárok ki. Hogyan került az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetségének az élére? Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetségének az élére 17 év munka után kerültem. Említettem, hogy újságírói munkát végeztem egy zuglói képviselő jelöltnek, aki egyben a POFOSZ, aki nem tudná, ugye a Politikai Foglyok Országos Szövetségének alelnöke volt, és így a POFOSZ-szal is kapcsolatba kerültem, a POFOSZ-nak tagja voltam 94-től 98-ig, rengeteg koszorúzáson, ünnepségen vettem részt, illetve műsorokat készítettem, és így bejártam ide a Nádor utca 36-ba, ahol a több politikai elítélt közösség is van, illetve 56-os szervezet. És a nevünkhöz fűződnek a Korvin közi ünnepségek, hisz a Korvin köz az egyik legismertebb, emblematikus színhelye az 1956-os magyar forradalomnak. 17 év alelnökség után ugye egy atyai kapcsolat alakult ki Bocskai T. Józseffel, a világszövetségünk akkori elnökével, akit
haláláig szolgáltam. Nagyon példa értékű külföldi kapcsolatokat építettünk, illetve külföldi szervezetekkel voltunk kapcsolatban. Ez volt az egyik igazi nagy 56-os szervezet, amelyik 56 kötődésű. Azért is igyekszünk ugye, felkeresni a 56 szemtanúit és részvevőit, illetve hát a börtönviselt embereket, mert alig van már autentikus személyiség, aki igazán komoly részese volt 1956-os világra szóló forradalmunknak. A Bocskai úr 91-ben települt haza, Chicagóból, ahol az Aranybika vendéglőt működtette, ami a magyaroknak a mekkája volt, a Puskás öcsitől elkezdve a Simándi Józsefig, nem tudom, hogy politikusok és híres emberek megfordultak ott, és élénk kapcsolat volt az emigrációval, illetve a Magyarországgal, illetve a sok külföldre szakadt hazánk fiának is, Bocskai úr, próbált segíteni. Úgy gondoltam, amikor a közgyűlés megválasztott ugye elnöknek 17 éve alelnökség után, én az igazolt nevet ugye elhagytam, és így lett 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége a nevünk. Nagyon sokan akartak csatlakozni hozzánk, hisz óriási szellemi erő csatlakozott ide, követtek ide engem a nemzeti fórumosok. Sikerült a munkásságom során megvalósítani azt, hogy amit elterveztem, hogy 56-tal foglalkozó börtönversekből, 56-os költőkkel, 56-os külföldi szakirodalomból összeállítottunk egy antológiát, ami nagyon hiánypótló. Így született meg az Októberi Tűzvirág 56 című antológia, amely ugye különböző csoportosításokban a neves költők verseit, írásait, prózáját összegzi. Sok szervezetből csatlakoznak hozzánk, nagyon büszke vagyok arra, hogy el tudtam intézni azon kívül, hogy aktív, tehát fontos hangsúlyt tudunk fektetni az ifjúságnak a nevelésére, illetve hát a rászorultaknak a megsegítésére. Alakult egy országosan, egy nagy világszövetség lettünk, és amit nagyon büszke vagyok, itt a Lámpás című újságunkat kiadjuk, amelyet méltán olvasnak sokan, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy már a 5. évfolyamot jelentetjük meg. Tulajdonképpen a tevékenységünket a Szabadságharcosokért közalapítvány ugye koordinálja, onnét pályázunk ugye pénzre, hisz a kormány támogatja ezt. Szerencsére ennek a kuratóriumnak kurátora is vagyok, és nagyon sok hasznos dolgot tudunk végezni, és még mindig vannak ugye terveink, amikről nem fogok lemondani. Orbán Viktor miniszterelnök úr javaslatára a augusztus 20-a nemzeti ünnepünk alkalmából Áder János köztársasági elnök úr magyar arany érdemkereszt állami kitüntetésben részesített. A kitüntetést dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter úr adta át a Stefánia palotában augusztus 17-én. Ön szerint melyik a legismertebb szimbóluma az 1956-os forradalom és szabadságharcnak?
mindenhol ismerik a világon a piros-fehér zöld lyukaszászlót, ugye, és tudják azt, hogy a gyűlölt Rákosi címert, ugye késsel, vagy amivel tudták, ugye a tüntetők kivágták, és így ez a jelkép, arra is büszke vagyok, hogy a történelmi zászlóknak a sorrendjében a 22., a 23-ból, tehát fölvették a történelmi zászlók közé a lyukas zászlót is. Jelszavunk, emlékezz és emlékeztess. Egyrészt azért, mert a mai élők, az idősebbek is abban a elhallgatós, elhallgattatós világban ugye nem tudtak. El akarták hallgatni 56-ot, el akarták hallgatni azokat a résztvevőket, akik abban akik elmondhatták volna, hogy mi minden történt, és hogy is játszott le különböző események. Emlékezz és emlékeztes. Erre utal minket a címerünkben szereplő babér és tölgyfaágat összefogó két kéz, a kézfogást is, amelyek a különböző emberek összefogását jelenti. Azt az összefogást, ami 1956-ban megvolt, rendre, rangra, világnézetre, vallásra, fajra, rasszra való tekintet nélkül. Melyek a további tervei, céljai? 1956 örök és fénylő példa maradjon a magyar és a világ történelemben. Úgy látom, hogy egy mozgalmas és sikeres életút van ön mögött. A további munkájához sok sikert és jó egészséget kívánok, valamint köszönöm az interjút.